okos fok. Én időmben nincs cold open, csak forró pillanatok vannak nálam. Igen? Az előbb kinyitottam, és még nem volt itt. Ez egy varázslat? Hol jó neked? A számba, ez a zserbó. Nem tudom, hogy mit kéne mondanom. Nagyon jó a textúrája, finom, puha, meleg, langyos. Ahogy kimondtad, hogy nincs. Már is lett. Szavakat nem találok. Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk Óbudán, és ez egy adventi vásár. Ez a történet úgy kezdődött, hogy számunkra is az alapállapot, az a bazilikás és a vörösmarty teres karácsonyi vásár. Jól meg is néztük együtt, Sallai Máj csatornáján ott található az a videó. És amúgy őt így hívják. Ez én vagyok, Sallai Máj. Mondjuk ki. Nem olcsó, nem drága. Olcsó, és elgondolkodtam rajta, hogy akkor nem mutathatnánk a kedves nézőknek egy kis alternatívát. Igen, és de, Advent Óbudán, így keressetek rá. Programok is vannak, meg kézműves kiállítók is, meg rengeteg kaja, pia. Úgyhogy természetesen mi kóstolgatni fogunk, itt most. Ezt vágjuk ki. Jelen pillanatban, ezen a szent helyen. Ez az első italom. Sallai Márk vagyok, és ez itt az első italom. A kontyos gyümölcsborai a legeslegjobbak. Sok gyümölcsboros cég van, de ők tényleg nagyon jók. És van náluk egy extra kiadás, meg lehet vásárolni itt a vásárba is az üveges forralt bor keveréküket, amit otthon te magad egy rész vízzel higítani tudsz, és így kapod meg a tökéletes forralt bort. Az óbudai adventnek egy ilyen repohár kollekciója van, nem adnak tokent, de szépen visszaváltják bárhol, úgyhogy ez a 400 forint ez távozáskor visszaigényelhető. 3000 forintot fizettem úgy a kettő, kétszer két decire pohárral együtt. Tehát akkor 800 volt csak a pohár rész, akkor 1001 volt egy akkor 1001 volt. Ennél fogtok találni olcsóbbat is, de egyszer érdemes ezt is megkóstolni, jó? És máshol mondom pedig drágábbat is, de nem itt. Igen, és mondom ezt úgy, hogy még nem kóstoltam, szóval egészségünkre. Egészség. Tiedek. És akkor ő ezepres? Az meg körtés, ha nem mondta volna még. Ez kurva jó. Jó? Aha. Ittem a reperbot, az is finom volt, de ez most ez sokkal jobb, de nem tudom azért, hogy meleg vagy, mert forrad borosabb. A körtébe van egy kis gyömbér belecsempészve. Ott akkor az azért stoppoltad le. Igen. Ez egy velős pirítós hagymával, 1400 forintba került. Én nagyon megörültem neki, hogy van, ez ilyen nagy velő, az nekem egy kicsit sok, te szereted az ilyen óriás velő darabot, nem vagy tudom, nem? Rak, de... Tessék. Ez most kusztusos volt így. Na, hogy én amúgy alapvetően nagyon megörültem ennek, hogy egy ilyen étel van itt, hogy velőspirítós, mert szeretem, a jó velőspirítós az... Mindig jó. Ó, és szét is esett. Szét. Tehát szépen megkínáltalak. Viszont, ne haragudjon, kedves velőspirítósos, meg kell, hogy jegyezzem, én egy picivel nagyobb szeletre számítottam. Igen, mind a ketten a balatoni helyről indultunk. Igen, ki, a hat lépcsősben olyan karékenyére van téve, hogy az ember, ha arra rászokik, akkor nehéz arról leszokni, de az ízét még nem tudjuk. Nézzük meg. Meg a képen is nagyobb volt. De legalább olcsó. Ízre finom? Kalapáló bácsi. Ízre jó? Ízre jó. Kicsit gondolkoztam, hogy meg kellene súznie, vagy nem, de nem kell egyáltalán. Oda ki volt rakva a só, hogy lehet, só de nem is, kell. Bors is, azt hiszem csili is volt ott kim. És a hagymát azt magadnak teheted rá, amennyit csak szeretnél. Velőspirítós. Szóval, hogyha ilyen romantikázni jöttök a vásárba, és nem bírod ki, hogy ne egyél egy kis velőt, akkor ne pakolt el a lira hagymával. Ha nem velem randizol. Vagy pakoltál. Ha velem randizol, akkor bármennyi hagymát edz. És a bácsi meg a néni, remélem nekik ez nem esik rosszul, hogy bácsának meg néninek hívom őket, de hát nem tudom a nevüket. Kommenteljétek le, hogyha zavart teket, bácsi néni. Hogy akik árulják ezt, a Pilisben volt éttermük és
hát sajnos ezek mellett, az árak mellett nem nagyon tudják kigazdálkodni tovább, úgyhogy gyertek már ide és támogassátok őket egy velőspirítós megvásárlásával, hogy legalább a vásáros biznisz menjen, mert amúgy szerintem nagyon jó. Tényleg nagyon finom. Meg is etted már? Becuppant. Szavakat nem találok. De tényleg? Mondd el, miért nem találok szavakat. Azért, mert itt fele annyi, mint az előző helyen, ahol voltunk. A Bazilikánál 6500 forintért ehetsz egy, nem tudjuk milyen. Mert nem kóstoltuk. Igen. De itt ez fele annyi, tényleg. Itt 3000 forintért kapod ezt a szendvicset, és nincs is kedvem beszélgetni róla többet. Kóstoljuk neked? Meg. Jó, oké. Mi van benne? Van benne ilyen marinált lőhagyba, savanyúborka, a raclet sajt. Nagyon finom. Finom, igen. Ezzel viszont fullon vagy, ha ezt megeszed. Egyedül. Eléggé elégedett vagyok. Igazából van vagy 3-4 féle szendvicsük. Most jól látom, akkor van egy táluk is, meg raclet leves. Ők ilyen street foodos verzióban nyomják, tehát nincs étterem, hanem mindig egy... Mindig food track, de egész évben rendezvényeken. Úgyhogy szerintem sok helyen lehet velük találkozni. De én ebben biztos voltam, hogy horrorárok, az mi az a horrorárok? Horrorárok. Csomó íz van benne kis savas rész, van benne tök jó sajt, sonka. Zseni. Sonka nincs benne. Mm-hmm. Ja, de ott van. Van. Fú. Tényleg itt van. Az előbb kinyitottam, és még nem volt itt. Ez egy varázslat? Egy vagy kettő menetjeggyel a belvárosból. Könnyedén itt vagy, és sokkal jobban jársz. Egyet leszel, és már megspóroltad a két BKV egyedet. Abszolút. Az Álom Otthon nevű cégtől sikerült beszerezni a következő példányokat. Hát itt tartunk, már karácsony van. Zserbós beigli. Így van. Zserbós beigli. És ami nagyon jó, hogy itt lehet venni rudakat is, de hogyha csak így kóstolgatnál a vásárba, akkor pedig szeletre is lehet kapni, és 600 forint a zserbós. És 500 a mákos. Kóstoljuk meg. Zserbósat? Zserbós. Zserbóst. Jól néz ki, úgy néz ki, mint egy beigli. Egészen beigli illata van. Nagyon gyümölcsös. Mármint, hogy ebben tényleg érezni a lekvárt, hogy van valami. Igen, igen. Kellett egy kis idő. És ezek ilyen csoki cseppek? Ez csoki csepp, nem is mazsola. Hát miért lenne a zserbóban mazsola? A zserbóban nincs mazsola? Nincsen. Ja, jó van. Tudod, a teteje csokis. És akkor középen meg a dió, meg a baraszkotlá. Nincs is bennem mazsola. Nincs bennem. Nem tudom, mire gondoltam. Hát nem tudom. Na mindegy, akkor viszont... Igen, mert érdekesen néz ki, de... Mert akartam igen mondani, hogy ez elriaszthatja a mazsola nem szeretőket, de hát ebben nincs is mazsola. Nem szeretem a mazsolát, de a zserbót igen, és ez is jó nekem. Hol jó neked? Nem, a számba ez a zserbó beigli. Mármint nem úgy értettem, csak hogy itt most... Adrián, mákos. Oké. Okay. Ez nekem még jobban. Nekem is. Azt hittem, hogy rengeteg a töltelék benne. Azt hittem, a zserbót szeretem, de a mákos beiglit imádom igazából. Ez fantasztikus. Tökéletes a tészta töltelék arány. Meg alapból a tészta is tök finom, nem száraz. Igen. Tehát én az előbb egy olyan szetet vettem el, és egyik oldalról úgy tűnt. Ugye itt úgy tűnik, mintha úgy de sok tészta lenne benne, de még az is tök finom. Jó az arány, jó az íz. 10/10. Na, mutassatok már valamit, ami nem jó itt. Az ide kéne jönnötök. Én nagyon szeretek rongyrázósba is lenni, de spurkodni is. Rájöttem, hogy nekem az a bajom a bazilika, Vörösmarty tér izéval. Hogy nem lehet spurkodni. Hogy nem az, hanem hogy nem árérték arányos. Nem azzal van bajom, ha valami nagyon drága, de akkor az legyen nagyon különleges és nagyon jó. És azzal kapcsolatban azt érzem, hogy nem árérték arányos. Itt meg azt érzem a dolgokkal kapcsolatban, hogy na ez árérték arányos. Ja.
Az I love churros-tól. Tradicionális magyar édesség. Tehát spanyol. Normál 1200 forint, a nagy 1500 forint, plusz szósz 300 forint. De a két, van fehér csokis és belga csokis, azok 300-ak, és van eper, karamell, meg még egy íz, az meg 200. Remekül hangzik, tök jól néz ki. Mint az előbb említettem, nem számít a méret, úgyhogy én ezt a... letört. Nem számít. Ó, ez is mekkora. Nem számít a méret. Na jó, de lehet, ez hogy hatalmas. Nem is tudom, mit gondoljak. Jézusom, mekkora. Rég ettem videóban csúroszt. Ilyen fallosz hangulatú ételt. Hogy nem hűtöttük el? Forró volt a csoki rész, meg frissen sült ki, amikor... Tehát azért kell sorbálni, mert úgy itt állnak a legtöbben, azért kell sorbálni, mert folyamatosan készül, tehát nem előre elkészítik, hanem nyomatni kell. Ipar. Csúrosz ipar. Nagyon jó minőségű a csokoládé, nem? Érezni rajta, hogy ilyen jó, sok kakaó tartalma. Belga. Ezen kívül nem tudok többet elmondani, finom, a csoki nagyon. Na, tényleg a tészta is tök jó. Én ezt nem hiszem el. Annyira... Sok a lehetőség. De tényleg, miért nem ide járunk karácsonyi vásározni mi emberek? Itt nem találtam még olyan penő bögrét, amit szereztél. Ja, és amúgy, az igaz. A másik dolog, ami egy kicsit tud zavaró lenni a bazilikánál, hogy rengeteg a külföldi, tényleg nagyon-nagyon kevés magyar van, és így ettől más is a hangulata. Ez olyan, mintha egy kisvárosban lennél, nem? Hát, igen. Attól például, hogy ez a kisvároshoz képest is amúgy nagy kitelepülés. Mármint, hogy ez méretre van akkora, mint a bazilika, nem? Szerintem van. De nem a méretre. Ja, tényleg, hanem az árak. Itt a kedvenc villád, Edri. Igen, ez komposztálható villa. Szerintem ezt a Spar szupermarketbe lehet megvásárolni. Hungary Cool díjas. De biztos, hogy máshol is lehet. Lehet, hogy találkozunk még valami ilyesmibe is. Na. Tehát, ez itt egy császármorzsa. És 1800 forintba kerül. A lekváros porcukros verzió. Lekvárral együtt. Háromféle lekvárból is lehet választani. Én természetesen a klasszikus barackosat választottam. És most meg fogjuk kóstolni. Ezt itt mi? Wow! Na! Nagyon finom. Még meleg, nem? Fú, de jó! Nem tudtuk kihűteni. Mi történik? Pedig egy kicsit csalingáztunk a helyszín óta. Nagyon jó. Beleesett. Nem tudom, hogy mit kéne mondanom. Nagyon jó a textúrája, finom, puha, meleg, langyos. Ezt. Könnyed. Igen. De mégis kemény, mert már elég sokat ed. Jó az adag is, szerintem. Tök korrekt adag. Hiába járkálunk körbe a vásárba, egyszerűen nem találunk pofátlan árazású dolgot. Ez a helyzet. Talán eddig a legdrágább dolog a 3900 ért pulled pork szendvics, de az meg ez drága dolog, hogy de nem tudom hány óra. Igen. Nézd meg bárhol egy étteremnél, hogy mennyibe kerül ott, és ezen az áron fogod találni. Szóval, hogy nincs olyan dolog, ami pofátlanul lenne beárazva. Én nem tudom. Már elindultatok idefele a vásárba, miközben nézitek a videót? Mert nem értem, miért vagytok még otthon. Én még ott fogok táncolni a fal alatt. Vasárnap is. De látod? Én néha már azt... Látod-e? Látom. Én néha azt hiszem már magamról, hogy így túl sokat kötekszem, pedig nem kötekszem sokat, ha jó valami. Ami jó, az jó. Én videóimban kötekszik, a sajátja van, nem. Ez van. Most ezzel majd elgondolkodok egy kicsit később. De amúgy nem, mert ott sem kötekedtél azon, hogy 4500-ért lettünk legolcsóbban. Na jó. Nem találtunk hibát. Nincs hiba. Hogy is nevezzük ezt a dolgot? Mert nem biztos, hogy a legolcsóbb dolog. Ja, köszönöm szépen. Szívesen. A legolcsóbb, ilyen sós, főételnek is beillő dolog. Talán ez a vásárban 550 forintba kerül egy eléggé telepakolt zsíros kenyér. Zsír, kenyér, lila hagyma, paprika, paradicsom és egy kis paprika. Ez nagyobb, mint a velős. Amúgy igen, ez nagyobb.
Amúgy, ez szerintem valami csípős lesz, nem? Én azt most így direkt nem próbáltam meg. Nem akarok spoilerezni. Csípős. Erős pista, aha. Nem erős pista, ez erős nem paprika. Nem erős pista, paprika. Fogyatékos ő. De akkor te nem érzed most azt az ízt, amit kéne, ugye? Nem, de csíp. Jó. Szóltam előre. De éreztél valamit a zsír részből? Most érzem már. Nagyon jó ízű. Finom. Ez egy kiváló zsír. Jó, a fűszerezés. Jó, ez a paprika por rajta. Nem, ez valami... Tényleg nem csak sima zsíros. Hanem, hogy tényleg ízletes a zsíros rész. Is. Is. Jó, akkor nincs értelme, azt hiszem tovább próbálkoznunk azzal, hogy valami gyenge pontot találjunk így a vásáron, mert... Nincs WC. Igazából. De van egy kávézó, ott vannak, baszki. Ó, toj-toj van. Van. Talán. És most, ahogy kimondtad, hogy nincs... Már is lett. Lett. Jó, akkor, na, akkor most mondjad. Most mondjad, mi nem tetszik. Töltött káposzta nem volt. 4500-ért nem volt. Uh-huh. Ez egy karácsonyi food truck show. Az tény, hogy nem láttuk a nagyon klasszikus kolbászos tócsni is, nem tudom mi is dolgokat, de például lángos volt, amiből egy sajtos tejfölös 1400 forint. Nálam 3600 volt. Nézzük csak meg, igen, a másik videóban, hogy mi történt. És ott amúgy lett volna lehetőség 7000-ért egy lazatosra is. Ja, most még megpróbáljuk majd a repoharunkat visszaváltani, és hogyha még az is működik, akkor, akkor még ebbe is itt jobb. Itt van mellettünk. Ja, igen, jó. Az is működött? Engedjétek meg, hogy ide a videó végére még gyorsan beszúrjam azt, hogy mivel több napot forgattam a héten a városban, jobbnak láttam, ha keresek egy helyet, ahol nem horroráron, de mégis kényelmesen és központi helyen meg lehet szállni. Régebbi videókból talán emlékezhettek rá, hogy külföldön többször jártam az Iendóban, és párnapos keresés után arra jutottam, hogy Budapesten is ez az egyik legjobb opció. Az épület új, a szobák modernek és letisztultak, és még 024-es recepció és bár is van. Szóval, ha ti is vidékről jönnétek karácsonyi vásározni pár napra, szívből ajánlom nektek ezt a helyet. Na, amúgy szerintem már 5 milliószor elmondtunk mindent, amit lehetett. Olcsó, jó, remek hangulat, sok kedves ember, gyönyörű helyszín, de hogy is nem, tehát hogy senki nem kérte, hogy ide jöjjünk. Úgy mondom ezt. Most úgy lelkesedek ezért a helyért, mint hogyha nekem fizetnének érte. Köszönöm szépen kedves vendégemnek, Sallai Márknak, hogy becsatlakozott ebbe a zabálásba. Köszönöm az élményt. A másik videó linkje, meg a csatorna, meg a minden ott lesz, volt kód Sallai. És minden videóban elmondtad ezt is. Valamit még tudnám hozzáfűzni ehhez az egészhez. Hát, finom volt, köszönöm a vacsorát. Hát a felét tövetted magadnak. Csak hogy lássák a nézők is, hogy mi két egész... milliárdossal áll dolgú. Meg hogy egészséges felnőtt emberek vagyunk, akik... Meghívjuk egymást. Igen. Akkor is, ha nagyon drága nálam az én videómban, és akkor is, ha olcsó. Olcsó, akkor is meghívjuk egymást. Így van. Úgyhogy most még meghívhatsz egy forralt borra. Sziasztok! Ja nem, köszönöm a patronálóknak, meg a tagok. Hívjátok meg az Adrit egy forradborba, úgyhogy tagok lesztek. Mennyi a forradbor? 400 per deci, szóval kéne az a 400 forintos csatornatagság szerintem. Ez egy icipicit már kunyarálós. Én csak azt mondom, hogy köszönöm. Léci, adjatok pénzt az Adrinak, léci. Na, köszönöm, hogy itt voltatok. Neked is köszönöm, hogy itt köszönöm, voltál. Köszönöm, hogy itt voltatok. Legyetek kedvesek egymással, karácsony környékén lesz vagyunk. Majd, de most még nem. Nincs. Most valami bronzvasárnap van? Igen. Nem. Hogy vannak ezek az negyedik? Aranyezüst, réz. Ilyen nincs akkor szerintem. Vas. Csak hogy negyedik. Advent első. De... Advent első vasárnapja van. Úgyhogy legyetek kedvesek egymással. És ajándékok be vannak már csomagolva? Felesleges, még korai. Sziasztok!